Hadd köszönjük meg az egyház megújulását, amely a hitbeli megújulást is hozta az emberi szívekben. A református egyházak kialakulása a 16. századi nyugat-európai reformációhoz nyúlik vissza, amikor Luther Márton ágostonrendi szerzetes közhírré tette tanait, ezzel elindítva a református tevékenységek sorozatát. A hévízi református templomban ünnepi istentisztelet keretében ünnepelték meg a hívők a reformáció 503. évfordulóját. Ezen a mai vasárnapon emlékezünk a reformáció 503. évfordulójára, hogy Luther Márton, ugye 1517. október 31-én tűzte ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét, innen indult el a reformáció, ugye ehhez csatlakozott aztán Calvin, Zwingli és a többi reformátor, és ugye a református egyházunknak, ugye Kálvin János a reformátora, és ugye ennek a reformátori alapelvek mentén szerveződött a mi egyházunk. A reformátorok tanításaikat 4 alapelvben összegezték, amelyeket reformátori alapelveknek nevezünk. Ezek az alapelvek napjainkban is a református egyház alappillérei. A 4 elv mindegyike arra vonatkozik, hogy az ember hogyan érheti el az üdvösséget. Kimondják, hogy egyedül a Szentírás által, kegyelemből, hit által, továbbá pedig egyedül Jézus Krisztus által adatott az üdvösség. A hévízi református gyülekezet a gyermekek tanítására is kiemelt figyelmet fordít. A hitoktatók velük játékos módon ismertették a reformáció eseményeit. A gyermekeknek mindenféleképpen ugye meg fogjuk kérdezni a véleményét, hogy mit tudnak erről, és az ő tudásukat fogjuk kiegészíteni a tényekkel. Jézus azt kérte, hogy vizet. A foglalkozásokon kisebb és nagyobb gyermekek egyaránt jelen voltak. Ugyan a járványhelyzet hatására kevesebben jelennek meg mind a felnőtt, mint pedig a gyermek istentiszteleteken, azok számára, akik részt vesznek, elérhető többek között maszk, kézfertőtlenítő és a megfelelő távolság betartására is odafigyelnek.